köszöntöm a testvéreket, mi maradt és tenyészetünk alkalmából. Tenyészetünk kezdett, én énekeljük a 235. dicséretünket. 235. dicséret így kezdődik, a hallgass meg minket, nagyon Isten. Hallgass meg minket, nagyon Isten. Azoknak örök élete van.
és azok ott lesznek majd te veled, majd a dicsőséges országodban. Hiszen volt egy ember, akinek már csak percei voltak hátra, akkor, amikor azt mondtam neki, hogy maga ellen veszél a paradicsomban. Uram, kenyerjöttél hozzá azokért, akik nem kívánkoznak bemenni, mert kívánni megjegyzőre. Könyörülj meg rajtuk, Istenem, és csak egyedül neked van hatalmad megvilágosítani az elmét, bölcsíteni, hogy megismerjenek téged is. Azt, hogy elküldött téged, Úr Jézus Krisztus. Köszönöm te néked a mai nap áldásait. Hálát adok te néked, hogy távol tartottak tőlünk a terrorizmus és a természeti katasztrófákat is. Könyörjük azokért, ahol most is mindezek jelen vannak, és el kell szenvedniük azokat a kínokat, különösképpen keresztény testvéreinkért könyörjük, Uram, akik most is rettegésben élnek, hagyjuk ki előttünk, hogy ki tudjanak tartani, mint halálig. Hát te magad mondod, csak hogy boldogok, akik háborúságot szenvednek a te nevedért. Köszönjük te néked, hogy készülhetünk a kegyelem asztalához. Azért jöttünk össze, hogy a te igény tükrébe beletekintsünk, és meglássuk, ami bűneinek van, rúgságát is, megvalljuk és elhagyjuk azokat, Uram. Tudjunk kenyerődni bocsánatodért. Áraszt ki tánk a szent lelkedet ebben az órában is. Könyörjük a betegekért, akik nem tudtak eljönni. De könyörjük azokért is, Uram, akik nem is akartak eljönni. Nem tartják fontosnak, hogy rávilágítkedő bűneikre. Könyörjük te légy közöttünk. Te áld meg az ige szólóját és hallgatóját egyaránt. Mindezt tudjam elmondani, amit rám bíztál. Könyörülj meg rajtunk, Atya, Fiú, Szentlélek, Úristen. Amen. Kedves testvérek, a mai újszövetségi igényt hoztam. János írása szerint van a Szent Evangélium 21. részében a 15. verstől részeig és 19. percig bezárólag a következőképpen szól Isten igéje. Miután ettek, így szólt Jézus Simon Péterhez. Simon, Jóna fia, jobban szeretsz engem ezeknél? Az pedig így felelt. Igen, Uram, te tudod, hogy szeretek téged. Jézus azt mondja neki, legeltek az én bárányaimat. Másodszor is megszólította, Simon, Jóna fia, szeretsz engem? Az ismét így válaszolt, Uram, te tudod, hogy szeretek téged. Jézus erre azt mondta neki, őrjét az én juhaimon. Harmadszor is szólt hozzá, Simon, Jóna fia, szeretsz engem? Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte tőle, szeretsz-e engem? Ezért azt mondja neki, Uram, te mindent tudsz. Te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus azt mondja neki, legelted az én juhaimat. Bizony, bizony mondom neked, amikor fiatal voltál, felövezted magadat, és oda mentél, ahova akartál. De amikor megöregszel, kinyújtod a kezedet, más övesz fel téged, és oda visz, ahol nem akarod. Ezt azért mondta neki, hogy jelezze, milyen halállal dicsőíti meg az Istenet. Miután ezt mondta, így szólt hozzá, kövess engem. Kedves testvérek, tényleg tudjuk, hogy nagyon hirtelen természetű ember volt, és nem jellemző volt az rá, amit Jakab apostol mondott, hogy legyenek késedelmesek a szólásra, hanem mindjárt elsőként, ami a szívén, az a száján kimondta, és láthatjuk, hogy
nem minden esetben jó az. Sőt, meg kell gondolni, hogy mikor és mit mondunk. Ismerjük a következményét, amikor azt mondotta ott a Getsemáné kertben az ő Jézusnak, hogy ha mindenki elhagy és él, akkor sem hagylak el téged. Fogadkozott. Meg kell gondolnunk, hogy mit mondunk, kinek mit mondunk, főképpen ha fogadkozásról van szó. Mert a fogadalmat azt meg kell tartani. Teljes írja te a felségesnek tett fogadalmadat, így van megírva. Teljes írja. Mert Isten számon kéri a fogadalmainkat. Isten tenemet énekeltünk, hogy sok szép ígéretem, ó, házszor megtagadtam, a nagy fogadkozás, hogy csak tiéd szívem. Ó, bár igaz lenne az, hogy csak tiéd a szívem. Mert nagyon sokszor velem együtt megosztott szívek vagyunk. Elfelejtkezünk arról, hogy Isten elől nem lehet elrejteni semmit. Péter is elfelejtkezett róla, arról, hogy mit fogadott, és amint tudjuk, ott a félkap udvarában általánosan is megtagadta őt. Nem ahogy bátran kimert volna állni mellette, hogy bizony én is vele voltam, és örülök, hogy együtt járhattam vele három esztendeig, és megtanulhattam tőle azt, hogy ő szerény és alázatos szívű. Nem. Sőt, még átkozódott is a nyilván szerint. Még átkozódott is, hogy nem is vele. Csak hogy ments a bőrét. Pilátus azt mondta Jézusról, hogy íme az ember, Péter is el lehet mondani, íme az ember. Mert Jézus, mint ember voltában, szenvedt el mindazokat, hiszen szükség volt arra, hogy ő véres áldozatot mutasson be. És ezt sem akart elfogadni Péter. Nem esetik ez meg veled, óra, amikor jelentette, milyen halállal fog meghalni. Nem esetik ez meg veled, óra. Pedig ő megmondta, hogy meg kell, ugye, főpapok kezébe kell adatnia. De hát, az a helyzet, hogy valahogy bezáródott az ő értelmük, az ő szívük. Mintha csak olyanok lettek volna, mint az írástudók vagy a főpapok, akik előtt Isten elrejtett ezeket a dolgokat. Azért nem értették, mert Isten rejtett el előtt. Azért nem ismerték fel a Messiást sem. De ennek is meg kellett történni, mert ha felismerték volna a Messiást, akkor nem feszítették volna meg. Sőt, akkor igyekeztek volna mindjárt királyai tenét, hogy olvassuk is a világ vasárnapi történetben igaz, hogy királyá akarták tenni. Sőt, amikor a kenyeret megszaporította, akkor is. Pedig ő nem azért jött erre a világra. Nem ismerték a proféciákat helyesebben. Ismerték, csak nem tudták, hogy ez kire vonatkozik. Amikor Ézsaiás próféta leírja történetesen szóról, hogy mit kell szenvedni majd a Messiásnak. Nem akarták felismerni, de jó is, hogy nem ismerték fel. Jaj lett volna mindenkünk, akkor is, hogyha felismerték volna, és nem ismerték volna, de még akkor is jól lett volna nekünk, kedves testvérek, hogyha ő engedett volna, még ott a kereszten is az unszolásnak, hogy ha Isten fia vagy, akkor szabadíts meg magad is szállítani. Tudjátok, miért lett volna jaj nekünk akkor? Mert ő is ugyanolyan engedetlen lett volna, mint az unszolásnak. Nem teljesítette volna az ő küldetését, Istennek a parancsát.
És akkor megmaradtunk volna, mint bűneinkben. Tudjuk nagyon jól, hogy a megváltán kereszt előtt is voltak olyanok, akik megmenekültek, akik szabadultak. Voltak Istennek kedves emberei, történetesen egyetemét, egy csak Noét, akit megszabadított Isten, mert Isten félő és hű volt. De többiek is nagyon sokan voltak olyanok. De ők sem azért menekültek meg a kárhozattól, mert olyan fecsehetetlenek, makulátlanok lettek volna. Egyik sem. Noé sem, Ábrahám sem, Pátriárkák egyike sem, Dávid sem. Tehát már akkor is érvényes volt a reformáció jelmondata. Kegyelemből, hitáltal van, üdvösségetek, nem tőletek van, Isten ajándékot. És ezt az ajándékot Jézus Krisztus adja nekünk. Mindazoknak, akik befogadták az őt az ő szívükben. Ez a megírva, akik befogadták az ő szívükben, a hatalmat adott arra, hogy Isten fiaivá legyenek. Hatalmat adott. Nem tudom, hogy fel tudod fogni testvérem, hogy milyen hatalom birtokában vagy, és milyen örökség birtokában. Mert örökös társává váltál akkor, hogyha Jézus Krisztus az életbe fogadta. Együtt örökül azt az országot, amelyről azt írja Pál apostol, amelyet szem nem látott, fül nem hallott, emberi értelem el sem képzelt, olyan országot készített Isten azok számára, akik hisznek a fiúban. Milyen csodálatos dolog ez. És mégsem kívánatos nagyon sok ember számára. Lehet, hogy azért, mert nem eléggé hangsúlyozunk ezeket a dolgokat. Az emberek előtt nem merünk szólni. Mert félünk, hogy kinevetnek bennünket. Nem merik figyelmeztetni az embereket, inteni. Ha meg nem tértek, akkor elválasztok. Természetes, hogy akkor, amikor intjük az embereket, akkor nem lehet csak arról beszélni, hogy Isten haragó Isten is megbünteti a bűnt, hanem párhuzamosan, paralel beszélni kell a kegyelemről is, hogy van kiút a párhuzatból. Nagyon sok ember, sőt, legtöbb ember nem hiszi ezt, hogy benne van a párhuzatban. A téves képje a mai kor emberiségnek a bűnösségről és a párhuzatról. Mert azt hiszik, hogy a mennyország fent van, a pokol pedig lent van. Hát ahogy az Isten, Jézus Krisztus mondja, hogy hol is van az Isten országa? Először azt mondja, hogy közöttetek van, mert ő az Isten országát hozta el. Másodszor pedig azt mondja, hogy ki bennetek van. Hogy gyertelünk az Isten országa? Hát csak úgy, hogy ott van lakozás, mert a mi szívünkben az Úr Jézus Krisztus. És ha bennünk van az Úr Jézus Krisztus, akkor bennünk van az Isten országa, teljes egész voltában. Nem csak egy kis darabja, mert ő maga az Isten országa. És hát mit mond a Biblia azokról, akik nem hisznek ebben? A bolond így szól az ő szívében, hogy nincs Isten. Bolondnak nevezik a Szentírás azokat, akik nem hisznek. Na de hogyan lehet hinni? Erre is megvan a recept a Bibliában. A hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Tudjátok, testvérek, én nekem milyen szomorú a szívem bűnbánat Isten tiszteletek alkalmával mindig. Nem látok sokat olyat, akik kiállnak az Úr asztalához,
úrvacsorában. Ezek szerint vagy nem, vagy azt hiszik magukról, hogy ők nem bűnösök, nincs szükségek bűnbánatot gyakorolni, vagy ezt tartják, hogy felesleges dolog, nem. Menjenek oda azok, akik bűnösök. Pedig elején mondtam a fogadalom tétját, igaz? Fogadást kell tenni. Fogadást kell tenni. Többször elmondtam már, hogy volt egy idős néni, de volna egy még lehet, hogy nem hallotta. Aki nem hitt el, az sem, hogy feltávolunk. Nem hitt el. Pedig hát már 80-on túl volt, és mégsem hitt el. Pedig már körülbelül 75 igehirdetést hallott a feltámadásról, mégsem hitt el, hogy van. Csak azt hitt el, hogy Jézus feltámad. És akkor már annak van üdvösség, ha azt elviszi, hogy Jézus feltámad. Mert nem hiszi el, ami megvannak írva a Bibliában, annak nincs üdvössége. De nem csak vannak nincs, aki nem hisz ebben, hanem aki hozzátesz is. Aki hozzátesz a Bibliában, Szentírás szavait. Sehol nincs olyan a Bibliában, kedves testvérek, hogy Hűz Mária mennybe ment például. Sehol nincs ilyen a Bibliában, hogy felemeltetettem ennyire. Elragadtak. Nincs. Akkor van annak üdvössége, aki ezt hirdeti? Van. Vagy aki ezt hirdeti, hogy közben járók vannak. Pedig nyilvánvalóan le van írva, de hát ő sem érti, vakoknak, vakvezetői. Nyilván, hogy ne hagyatok más közben jár, csak Jézus Krisztus. Bennem van így szó szerint. És hát ahhoz nem kell egyetemet végzelni, teológiát se, hogy ezt megértse az ember. Igen. Azért mondja az élet, hogy ne legyetek sokan tanítók. Mert tőlük sokkal több kérhetik számomra. Péter apostol beismerte pedig, hogy Jézus az Isten fia. És mégis kétségbe vonta. Miért vonta kétségbe? Mert féltette az életét. Pedig megtapasztalhatja, hogy neki van hatalma a halálon is. 3 évig járt az a legjobb iskolában, a legjobb teológiában, 3 évig járt. Azt taníthatta, aki első kézből taníthatta az Isten országát, hogy mi van az Isten országában. Többször is mondta, példázatokban is elmondta, hogy mihez hasonló az Isten országa. És mégis azt mondta, hogy nem ismerem őt. Nem véletlenül kérdezte 3-szor Jézus tőle, hogy tényleg szeresse engem. Miért kérdezte 3-szor? Hát mert ő is 3-szor tagadta meg. És fájdalmas volt Péternek már, amikor 3-szor is megkérdezi. Hát nem elég Jézusnak, hogy egyszer azt mondja, hogy tudod oda, hogy szeretlek téged. Azért, hogy rádöbbenjen arra, hogy milyen ingatag, mint a nászra. Hogy vigyázzon, nehogy ugyanúgy járjon, mint ott a félpapukorában. Nehogy úgy járjon ismét. Mert jönnek a megpróbáltatás idején, mert az ő életében van. Amikor majd üldözni fogják az ő nevéjét. Hogy akkor is majd kitart. Itt még a főpapukolában nem is üldözték. Mégis megtagadta.
három féle feladatot mutat neki. Ezekben minden összes egyfajta feladat, de engem, mikor készültem, akkor az lehet neki, hogy először mit mond neki, hogy legyártad az én bárányaimat. Kik a bárány? Hát az újszülött hívők, akik Krisztent értek meg, azok a bárányok. A bárányok pedig nem ugyanaz az eredetel, ami majd a később a jókról, másodszor már a jókról beszél, igaz? Nem ugyanaz az eredetel. Az evangéliumi rádióban Gellér László mondta, hogy Isten igéjét, amikor a gyermekeket, akik a Krisztus megtört térünk számára hirdettük, akkor úgy, ahogy a gyermekeknek a süteményes dobozt, az alsó pózra kell helyezni, hogy elérjék. A legalsó pózra. Ne kelljen gebeszkedni érte. Tehát az a munkával jár. Tehát a legédesebb sütemény az Isten igéje. És azoknak nem lehet még mindjárt nekik rontani, hogy te dűlős vagy annak a fiatal hívőnek. Nem azzal kell kezdeni. Hanem azzal kell kezdeni, hogy Jézus téged is szeret. Amilyen vagy úgy szeret. Amikor Jézushoz vitték a bűnös asszonyt, elítélhette volna nyugodtan, hiszen a törvény szerint nagyon kellett volna kövezni, mivel tetten érték a házasságot. De nem ítéltem, azt mondta, hogy nem ítélek el téged. Mert ha így azt kérdezni, no, jó van, elítélek én is tégedet, mint a többiek. Akkor nem tért volna meg az az asszony, hanem meghalt volna a bűneibe. Mert megkövezték volna a többiek. Másodszor, amikor már kérdezi, akkor azt mondja, hogy legeltet az én jóhaimat. Ennyire pontosan. Igen, legeltet az én jóhaimat. Mert pontosan kell, ha idézünk Isten igényéből, akkor az pontosan kell idézni mindig. Úgy, ahogy oda van írva. A juhoknak viszont már keményebb eledel kell. Ott már nagyon fontos a fenyítés. Kedves testvérek, akkor, amikor a juhász megy a juhok után, vagy még abban az időben nem utána járt a juhász, hanem a juhoknak, hanem előttük ment. És akkor is voltak olyan juhok, amelyek elcsámoltak. És utána ment és visszahozta. De amikor már többször elcsámolgott, akkor előfordult olyan, hogy utána dobta a botját, azt a kamporbotot, és eltört a lábam. És mi történt akkor? Nem tudott járni a bárány, igaz? Vagy a jó? Van akkor ez jó. Akkor nyakába vette, és mindaddig gondozta a nyakába, míg meg nem ismerte a hangját. Míg meg nem szokta őt, hogy hozzátartozik. Akkor, amikor Démás elhagyta Pál apostolt, nagyon szomorú volt a szíve. Megfenyítette, ugyanne várta, hogy majd Isten észhez téríti. Olyan csodálatos, hogy Isten nem hagyja magára az eltévedt bárányt. Azokat, akik már egyszer megtértek, nem hagyja magára. Ahogy a tékozó fiú édesapja is hagyta
az, hogy elmenjen a barátaival, elvigye a vajon. Isten sem erőlteti rá senkire az üdvösségét, de szemmel tartja. És várja. Várja vissza. Ahogy énekelt is, hogy vár atyát szerelve, vár rá vigasza. Én is annak köszönhetem, testvérek, hogy te nem vagyok ott a muslékos vájú nálamnak ideje. Sütötte alulom a lábat, ahogy elmondtam. Annyira el voltam már bizakodva, hogy azt mondottam, hogy amíg én két kezemet félbírom, nem elnyedik, nem hagyom dolgozni a feleségemet, mert nekem el kell tudni tartani a családot. Kell annyit keresni, hogy a családot el tartja. És akkor ez a jó hosszú ideig. Nem maradt, csak a tápénz. Azért mondjuk, hogy ne tegyünk felesleges ígéreteket. Ne bízzuk el magunkat. Aki elbizakodik, az megszégyenül. Mert Isten megszégyenít. Engem is megszégyenít, csak én mindenkit megszégyenít, aki elbízza magát. Azért mondja az ige, hogy vigyázzon, hogy aki áll, el ne essék. Több igehirdetőről is tudok, akik nagyon neves igehirdetők voltak, de végén már annyira elbízták magukat, hogy már figyelmeztetések érkezik. Mert azt hitték, hogy ők már annyira ismerik az Isten írását, az Isten tudományát, annyira tudósokká. Nem szabad kedvesen, Péter is el volt bizakodva, igaz? Mi történt vele? Megszégyenült, igaz? Pedig tudhatta nagyon jól, mert az Úr Jézus megmondta neki azt, hogy háromszor fog elárulni, igaz? Megmondja neki. És mégsem vigyázott. És akkor mondják, hogy hát, jaj, hát, hányszor hívtam már, hányszor szóltam már neki, hogy ne csinálja, hogy hagyja azt a viselkedését. És én mindig azt mondom, magamból indulok ki. De az alatt a több mint 10 év alatt hányszor szó figyelmeztetett engem az Isten. Hányszor. És nem hallgattam rá, addig még komolyabban nem lett a dolgot. A szép szóval nem megy, akkor elő kell venni a fenyítés veszélyét. De ahogy így mondja, hogy vesződj és botod, megrégasztal engem. Vesződj és botod. Láthatjuk, hogy a liberális tanításokban nem szabad fenyíteni a gyermeket. Pedig ezzel ártunk a legtöbbet a ifjú társadalomnak. Ezzel ártunk a legtöbbet. Bibliában benne van, és nagyon drasztikusan írja a példabeszédet. Gyűlöli az apa gyermekét, aki megvonja tőle a beszédét. Gyűlöli. Mert nem a jóvát akarja, hanem úgy van, mint a kocsis, hogy begyobja a gyeplőt, hogy na most már menjetek, amerre akartok. Nem. Nem helyes dolog ezt kedvetem, kérlek, és váltatjuk. A mai kor társadalma egyre inkább kezd a szabadosság felé menni. Azt jelenti, hogy liberális, hogy szabadosság, és nem azt jelenti, hogy szabadság. Nagy a különbség a kettő között. Mert mindenki a saját feje után megyen. Pedig mi után kell menni az emberiségnek? Az Isten igéje tanítás óta. Elég beadtam a jót és a rosszat. Válasz a jót. Mindenre van tanítás a Szentírásban, aki olvasta, mindenre.
Csak hát nem olvassák. Nem ezt olvassák, hanem a magazinokat, meg a különböző dolgokat olvassák az emberek. Én nem azt mondom, hogy nem kell tisztában lenni a hív embernek és a politikával. Az ország sorsával és más dologval tisztában kell lenni, mert otthon kell lenni minden dologban. Csak ne az legyen az elsődleges dolog. Azt mondja, hogy igen, keressétek először az Isten országát és az ő igazságát, és mindenek megadatnak nektek. Az Isten országát keresni. Mert ha bízunk Istennek az igéjében, akkor nem szégyenülünk meg. Az igaz ember hitből él. Higgyünk annak, aki leíratta ezeket az igéket, higgyünk az Istennek, és akkor jól legyen dolgunk. Izraelnek se lett volna semmi baj a Kánaán környén, hogyha nem fordultak volna el az Isten tanításától. Na de hát, sokkal szebb volt a külső cicomászat volt a környező vallások, sokkal érdekesebbek voltak. Hát, gyerünk, ma utánozzuk már az ő bálványaikat. Hát milyen jó volt ott, ugye, nekik a mi az ő fák alatt parázzálkodni. Igaz? Mert hát kívánatosabb volt. Mint az Isten törvények szigorú betartása. És akkor Isten náluk is elővette az ő veszélyét. Megfenyítette őket. Nem is kevéssé fenyítette meg. Nincs még olyan nép, amelyet úgy megfenyített volna Isten, mint Izrael népét. A választott népet tettél. A választott népet. A legutolsó fenyítése Istennek az volt, hogy leromboltak a Jeruzsálemet, még a templomot is leromboltak, és az oltárt is. Sokan nem tudják, hogy miért kellett ezt megtenni Istennek. Sokan nem ismerik. Pedig tudhatjuk nagyon jó, hogy nincs bűnért való áldozat többet. Nincs. Az utolsó áldozatot Jézus mutatta be ott a keresztre. És ebben Isten Atya mutatta be, hogy az ő fiát áldozta fel a bűnért. Véres áldozatot. Ezért nincs oltár. A zsidóknak ez a legnagyobb fájdalma, hogy nincs oltár. Mert Isten nem engedi, hogy felépítsék a jeruzsálemi templomot. Mert itt egy mesek van a helyén. És abból háború lenne. Tehát láthatjuk, hogy Isten gondoskodott róla, hogy a bűnt megbocsássa. Nem is a pártigan, hanem teljesen. A bűneinket hátra még életi, és róla többé meg nem emlékezik. Amen. Dicsérünk és magasztalunk téged, úgy Jézus Krisztus Istennek báránya, hogy akkor, amikor itt jártál ezen a földön, nem tekintetted zsákmánynak, hogy Istennel egyenlő vagy, hanem megaláztad magad. Köszönöm te néked, hogy annak köszönhetjük, hogy nekünk is örökös, mi is örökös lehetünk a te országunknak, hogy tengerrel nasoltál, mint halálé. Köszönjük, hogy most is beletekinthetünk a Péter történetén keresztül az ige tükrébe. És megláthassuk azt, hogy mi sem tartjuk meg minden fogadalmunkat, Uram. Bocsáss meg ezért. És adj erőt, hogy az elkövetkezendőkben tudjunk a te tanácsod szerint élni. Ebben a világban. Bocsáss meg, hogy egyetlen parancsolatot adtál
Úr Jézus, mai kor híveinek és annak se teszünk eleget, hogy szétessük az evangéliumot és tegyünk tanítványokká mindennéteket. Mert némák vagyunk, nem merjük szóvá tenni, nem merjük figyelmeztetni őket, ha meg nem térnek, akkor elvesznek. Könyörgök te hozzá, különösképpen elsősorban akiket rám bíztál, közelben és távolban lévő szeretteinkért, Uram, akik még nem tértek meg, nem hallgatnak a mi figyelmeztetésünkre, de te neked megvannak az eszközeid, Uram, hogy vonjad őket is. Mert úgy, ahogy a vasreszelék nem tud ellenállni a mágnesnek, Uram, az emberi szív sem tud ellenállni a te vonod. Te magad mondod, hogy Úr Jézus, hogy senki sem ért hozzá, ha nem vonja az Atya. Ezért könyörgök te hozzá, mint közben járvaért, hogy vonjad az én szeretteimet is, Uram. Oda magadhoz, te válasz ki őket, Uram, hogy ne kelljen majd külön válnunk ott az ítéletkor. Könyörgök te hozzá, ezért a gyülekezetért. Szilvásárodi gyülekezetünkért, Uram, adj ébredést. Tetted kétőlő térre a harang hívó szavát, hogy ne tudjanak ellenállni, amikor hívogatja megkérésre, hívogatja az Isten tiszteletre, vagy bűnbarátra. Könyörülj meg rajtunk, Istenem, könyörülj te hozzád a betegekért, te gyógyítsad őket, Uram, és gyászolókért is vigasztaljad őket, az árvákért is az özötékért. Könyörülj te hozzád, sokat szenvedő kicsit magyar népünkért, Uram, határainkon belül, határainkon túl. Te gondoskodjál azokról, akik most is háborúságot szenvednek. Könyörgök te hozzá népünk vezetőjét. Te magad mondtad úgy Jézus Pilátusnak, hogy nem volna hatalmat, ha nem kapta volna. Könyörgök te hozzá jelenlegi vezetőjénkért is. Munkád az ő szívükbe is, csak a te törvényeid szerint. Te parancsolatai szerint éljenek és viseljék magukat is. A törvényhozásban is olyan törvényeket hozzanak, amely megáll az igen érdekében. Könyörgök te hozzá, elég velük az éjszakában is. Te enyhítsd a csontjainkba lepedett fájdalmat, és adjál gyógyulást azoknak, akik kérik tőle. Hallgass meg minket. A názáreti Jézus nevében kérünk. De hadd könyörülj, kérjelek még téged, Uram, gyülekezetünk lelki pásztoráért is. Uram, akinek most fájdalmai vannak, te gyógyíts meg őt is, Uram. Ne legyen gond majd a vasárnapi olvasóra osztásra sem. Hallgass meg minket, Jézusért kérünk, aki itt elég, hogy imádkozni. Mi Atyám, mi vagy a mennyekben, szenteltessék a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásson a vétkeinket, miképpen mi is megbocsásunk az ellenünk vétkezőnek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Isten tiszteltünk szerves és az ödökozás, előtt behelyezem az apostol intését, jobb adni, mint kapni. Fogadjátok az áldást, semmifelől ne aggódjatok, mindenért hálát adjatok, kéréseiteket mindenkor hálaadásra tárjátok az Úr elé, és az Istennek békessége, mert minden értelmet felül alatt meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Kedves testvérek, szeretnék egy éneket elénekelni, amely ide vág éppen ehhez a szakaszhoz. Dr. Ecseri Alagár írta ezt az éneket. Éklő tengernek partján, ott, hol mutolj az ég, ott, hol eng a modáltal,
szerteség. Otthon magadnak ének. Ha már sőt, tettem nem látni szöveget, meg tudja tudja. Ó, lengom odádon, fény áros szerteség, ó, kérdezte meg Jézus, mond szerettem én, Uram, tudod, jól szeretlek én, aki ellettem, te az enyém, tiéd a szívem, az életem. Én Uram Jézus, hű mesterem. Jézus megkérdé, ó Éva, Péter szerettem én. Érted, jöttem a földre, mert szeretlek rém. Érted, ontottam vérem, ott fenn a keresztfán. Mondd hát, szeretsz-e engem, mondd meg igazán, mit mondjak néked, én Jézusom, szeretlek téged szívből nagyon, nem vágyom másra, nem sohasem, csak veled lenni, hű mesterem. Harmadízben is kérdem, mondd hát, szerettem én, nem tagadsz-e meg újra, mint előbb kevét. Mondod-e még majd egyszer, nem ismerem őt, nyílik átok rajkad egy cseléd előtt. Ó, Uram, kérlek, könnyedve én, bocsásd meg nékem, mit védkezén. Ismered jól te az én szívem, tudod, szeretlek, hű mesterem. Isten tiszteltünk végeztével énekeljük a 450-es dicséretünket. Nézzel pedig dicséret így kezdődik, ó Jézus áldott csendben zajló csúfokat. Ó Jézus áldott csendben, ó hajló kívülön, megjönnél már felém mi mondjuk,